Mi ugye egy autós csatorna vagyunk, én már ez 6. éve, hogy a YouTube-on csináljuk. Egyébként a Speedzone még az ősidőkben, 2016 elején, még a TV2-n kezdte a pályafutását, de nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy amit mi csinálni szeretnénk, és ahogy csinálni szeretnénk, az nem feltétlen TV-kompatibilis, úgyhogy kerestünk egy olyan platformot, ahol sokkal szabadabban tudtuk kifejezni magunkat, illetve olyan anyagokat tudtunk csinálni, amiket mi szerettünk volna, és akkor kerültünk át a YouTube-ra. Kb. Egy éve ment a Speedzone, amikor szembe jött velünk egy lehetőség, hogy van egy osztrák szervezőcsapat, akik Magyarországon akartak csinálni egy 24 órás rallycross versenyt. És akkor Pistáékkal gondolkodtunk, hogy hát ez nagyon jó lenne elindulni, végül is tökre profilba vág, hát hiszen autókkal foglalkozunk, Pista amúgy is driftel, a csapatban azért mindenki szeret vezetni, és akkor kitaláltuk, hogy akkor indultunk egy speedzone-os csapatot, akkor még egy Volvo-val indultunk az első versenyen, és nagyjából többet szereltünk, mint amennyit versenyeztünk. De aztán utána elkészült a kompót, ő, amivel már voltunk második vagy harmadik helyezettek tavaly, ugye a legutóbbit azt megnyertük, úgyhogy most címvédőként indulunk idén újra. És hát igazából azon túl, hogy mindenki szeret versenyezni, mindenki szeret vezetni, szeretjük az autókat, így nagyjából ez így adta magát, hogy megvan a társaság, a szerelők, a versenyzők, így minden adott volt ahhoz, hogy induljunk egy ilyen versenyen. Először talán 2017-ben volt az, amikor szóba került, hogy indulhatnánk egy rally versenyen, ez rally cross igazából. Egész egyszerűen annyi volt, hogy egy hirdetés szembe jött velünk a Facebookon, hogy lesz egy ilyen esemény, és akkor arra gondoltunk, hogy a nézőink számára is biztos érdekes lenne megmutatni azt, hogy egyébként egy ilyen versenyre hogyan kell felkészülni, hogyan lehet egy autót felkészíteni rá, hogyan lehet részt venni rajta, és akkor gondoltuk, hogy miért ne vágjunk bele. Évről évről próbáltuk fejleszteni a technikát, amivel élőzünk, de valahogy soha nem jutottunk el odáig, hogy azt meg tudjuk oldani, hogy az autóból normális minőségű, élvezhető, ez most azt jelenti, hogy minimum 720p, de ha lehet, akkor inkább HD képet nyerjünk ki úgy, hogy valamilyen mobil eszközön keresztül ezt live-ba tudjuk streamelni, akár a YouTube-ra, akár a Facebook-ra. És már tavaly az IPON-nal nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, és akkor a Balázséknak volt az ötlete, hogy hát van nekik egy jó kapcsolatuk az Access Point-hoz, beszélgessünk velük, hiszen ők biztos tudnak valami megoldást erre. És akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mit hogyan lehetne csinálni, és aztán most arra jutottunk el odáig, hogy akkor be is építjük az autóba azt, amiről azt gondoljuk, hogy működni fog. A Speedzone megkeresése az tulajdonképpen az IPON-on keresztül jutott el hozzánk, és mi kaptunk az alkalmon, hogy együttműködhessünk, nagyon szeretünk ilyen projektekbe bevonódni. A műszaki csapat nagyon hamar kitalálta, hogy hogyan is lehet megoldani egy ilyen élő közvetítést a mi portfóliumban megtalálható mikrotik eszközökkel, ami tulajdonképpen egy elég egyszerű felállás, egy LTAP router került be az autóba, már benne is van, és ez mobil kapcsolatot létesít egy adótoronnyal. Az adótoronyon keresztül kiküldi a élő streamet, ami a másik oldalon egy közvetítő szekcióban, ez egyébként egy transporternek a hátsó része, ott megérkezik a stream, és onnan újra streamelésre kerül, OBS-en keresztül. A lényeg, hogy újrafeldolgozás után újra kiküldik a streamet, és így a Speedzone nézői, rajongói azok végig tudják követni a versenyt. Első körben csak egy kamerát teszünk be az autóba. Ez a kamera, ez 1080-ba fogja a streamet feltolni. A jövőben az a terv, hogy több kamerával kiegészítsük a rendszert, mert az adatkapcsolat, amit létrehoz ez a LTAP a Mikrotiktől, ez jóval többre is képes. Fontos apróság, hogy úgy terveztük, hogy egy külső antennát mindenképpen igénybe vegyünk, mert a mobil vétel
a mobil jelnek a vétele az biztos, hogy jóval kedvezőbb, amennyiben egy külső antennát igénybe veszünk. Ezen kívül egy Raspberry Pi került bevonásra, ami tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy a streamet ne csak közvetlen streamként juttassuk el a másik oldalra, hanem egyfajta buffer is létrejöhessen, hogyha az adat kapcsolat az nem állandó, hanem mondjuk a sávszélesség ingadozik, akkor fel tudunk arra készülni, hogy a másik oldalon bebufferelünk tulajdonképpen akár fél percnyi adást, így nem lesz akadás akkor sem, hogyha valami gond van éppen az adott pillanatban a lefedettség terén vagy az átvitel terén. Pénteken délelőtt lementünk Dömsöndre tesztelni a technikát. Itt már kisebb problémákba ütköztünk. Köztük az egyik probléma az, hogy az autóindításakor annyira leesett az akkumulátor feszültség, hogy a Raspberry Pi újraindulgat, és az újraindításnál a GoPro elveszti a kapcsolatot a Raspberry-vel, így mindig kézzel újra kell csatlakoztatni a kamerát az RTMP szerverhez, ugye amit menet közben nem tudnak a versenyzők megcsinálni. A második fő probléma abból adódott az elején, hogy akadozott a kép, mert kiderült, hogy a Telekomnak és a Telenornak nem volt olyan lefedettsége a pályán, amire számítottunk. Miután beszereltük a technikát, letesztelgettük, este hazamentünk, szombaton visszamentünk, még a verseny indítása előtt, bélesítettük a rendszert, már a Vodafone-os kártyákkal elindult a verseny. Itt kiderült egy újabb fő probléma, mert a verseny indításakor úgy szintén volt egy újraindulásunk, nem volt meg a normál stabilizálás ugye a feszültségre. Utána volt egy olyan problémánk, hogy kiderült, hogy Cigi keze alatt rossz helyen van a gomb. Sikeresen rányomott Cigi a gombra a váltás közben, mert pont olyan helyre raktuk el a gombot, hogy ahogy a nyúl az üdítőér vagy nyúl a váltóér, akkor hogyha pont nem tud oda nézni, vagy nem figyel, akkor véletlenül le tudja nyomni, és így áramtanítja az egész rendszert. A Mikrotik összességében jó szuperát nem voltak vele problémák, inkább az eszközválasztással volt gond. A streamelős oldalon az autó mögötti oszlopra szereltünk fel egy vapot, amiben benne volt egy Vodafone-os kártya, és a Vodafone megviccelt minket azzal, hogy lefagyott az adatkeret a kártyáról, de nem tudtunk újabb adatot vásárolni rá, ugyanis a Vodafone rendszere jelenleg nem működik, így kénytelenek voltunk kártyát cserélni. Ha ezzel előre számolunk, és olyan eszközt rakunk ki, amiben két simkártyát lehet betenni, akkor két kattintással át tudtunk volna állni. Sajnos itt egy gyors mászás és egy simkártya csere volt a megoldás. Ezen kívül nagyon más problémákat nem tudnék felsorolni. Maga a rendszer jól működik, a Mikrotikkel meg voltunk elégedett teljes mértékben, és gratulálunk a csapatnak, és köszönjük szépen, hogy részt vettünk ebbe az egészbe. A verseny azt mondom, hogy 90%-ban úgy sikerült, ahogy terveztük, hogyha most nem a közvetítést részem, hanem tényleg magáról a versenyről beszélünk, akkor igazából a csapat az nagyjából úgy teljesített, ahogy szerettük volna. Ami esetlegesen ilyen probléma volt, az leginkább az időjárásból adódott. Demóik remek munkát végeztek, az autó iszonyatosan jól össze volt rakva. Mi pilóták azt gondolom, hogy mindenki hozta azt, amit elvártak tőle, a szerelőktől kezdve, tényleg mindenki a cateringen át. Tehát, hogy egy nagyon jó hangulat volt, ugye ti is ott voltatok, láttátok, hogy alapvetően ez egy iszonyatosan jó buli, amit mindenki élvez, és nem az volt persze, a címvédés volt a cél, ami szerencsére sikerült, de hogy alapvetően senkinek sem az lebegett a szeme előtt ebben a 24 órában, hogy most minden áron nyerni kell, hanem persze mindenki tegye a dolgát úgy, ahogy a legjobban tudja, de mellette azt ne felejtsük el, hogy ez egy barátokkal közös hétvége, amin jól érezzük magunkat. És ugye igazából végül minden jól jött össze, mert hogy elsők lettünk, élőzni is tudtunk, jól is éreztük magunkat, úgyhogy szerintem ez egy nagyon kerek hétvége volt. A konklúzió az egyértelműen az, hogy az egy szerencsés helyzet, hogy összehozott minket a sorsa az Access Point-tal, mert az, amit 4 év alatt nem tudtunk
rendesen megoldani az autóból való közvetítés, azt a mikrotik cuccokkal együtt, ez is végül is relatíve jól sikerült. Tehát azt gondolom, hogy maga a mikrotik az jól vizsgázott, meg az access point is, hogyha levesszük azt, hogy a hálózattal voltak problémák, ezt most ugye nyilván nem írhatom egyikőjüknek se a számlájára, tehát igazából a Vodafone az éppen nem volt a helyzet magaslatán, pont aznap ugye sok szempontból lehetett olvasni, hogy a hálózatban voltak fennakadások, sajnos a helyszín az a Telenor és a Telekom szempontjából meg nem volt túlságosan acélos, úgyhogy én azt gondolom, hogy a körülményekhez képest a maximumot kihoztuk belőle, többször volt élőadása az autóból, mint nem, ami szintén egy sikernek könyvelhető el, vagy legalábbis én annak könyvelem el, és ahogy nézem a nézőink is. Azt, hogy a közvetítéseket szombat-vasárnap több mint 250 ezeren nézték meg, az azt gondolom, hogy egy elég kiemelkedő szám, az bizonyítja azt, hogy amit csináltunk, az jó volt. És egyébként én azt meg külön köszönöm az Access Pointnak, meg különösen Dávidnak, hogy egyébként ő ennyire beleásta magát ebbe az egészbe, mert hogy folyamatosan a verseny alatt már arról beszélgettünk, hogy a következő versenyen mit lehetne máshogy csinálni, mit lehetne jobban csinálni, esetlegesen ezt az egész technikát, a mikrotiket, ami ugye be van építve az autóba, azt mivel lehetne kiegészíteni ahhoz, hogy ne legyünk ennyire kiszolgáltatva a mobil szolgáltatóknak, és egyébként úgy gondolom, hogy erre is tök jó megoldásokat hoztak a srácok. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy folytatódik ez az együttműködés, és abban is nagyon bízom, hogy a következő keceli versenyen, ami ugye szeptember 11-én lesz, azon a hétvégén, ott megint tudunk egy elég nagyot lépni előre, adott esetben több kamerával, egy sokkal stabilabb közvetítéssel, nagyon sok, most nem akarok minden pontot lelőni, de hogy egyébként rengeteg dologot beszéltünk, hogy mivel készülhetnénk máshogy, és mivel lehetne sokkal jobbá tenni, úgyhogy azt gondolom, hogy it's a beginning of a beautiful friendship, ahogy azt ugye a híres filmből ismerhetjük, úgyhogy szerintem ez egy maximálisan jól működő együttműködés.